6. vajdasági gyermek szóló táncversenyen. Vajdaságban számos jól működő néptáncműhely létezik, ahol kiváló tehetségekkel dolgoznak a néptáncpedagógusok. Sajnos ez idáig nem jutottak kifejezésre ezek az egyének, mert régiónkban nem került megrendezésre ilyen jellegű és csak a szólistákra összpontosító rendezvény. A történelmi pillanaton túl vagyunk, hiszen a verseny megszervezésével már 5 éve betöltődött az az űr, amely a gyermekek megmutatkozási lehetőségéről szól a néptáncban. A Talentum Egyesület élére állt ennek a rendezvénynek, és a jövőben is lehetőséget szeretne adni azoknak a talentumoknak, akik a néptánc szerelmesei. Térségünkben a szólótáncot a többségi nemzet nem is szorgalmazta, mert a balkáni folklórban a szólók nem is igen kerülnek előtérbe. Martin György a Magyar Tánctípusok és Táncdialektusok című könyvében a következőket írja a tánc kialakulásáról. A balkáni népek a középkori lánc és körtánc formákat őrizték meg máig és fejlesztették magas fokra. Nyugat és Közép-Európa gyors ütemben polgárosuló parassága pedig a kötött páros táncot, kontratáncot, vonulós tértáncot, tértáncok divatjának hódolt be. A kelet-európai táncdialektus viszont e stíluskör, vagy ha úgy tetszik, két korszak mesdjén foglal helyet és elsősorban az újkor elején kibomló szabad táncformák hordozója. A Kárpát-medencében a kötetlen szerkezetű szóló és páros táncok uralkodnak. A szólótáncverseny célja, hogy elmélyítse a Kárpát-medence magyar néptánc kultúráját az egyénekben. Motiválni szeretné a tanulókat a koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására. Rendkívül lényeges az improvizációban történő megmutatkozásra való nevelés. A táncpedagógusokat is egy másfajta oktatásra ösztönző módszer használatára készíteti, ezzel is hozzájárulva a gyermekek önbizalmának, kifejező készségének, az önálló kezdeményezésnek és az alkotó tevékenységének fejlesztéséhez. A Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület szakmai és anyagi védnöksége alatt áll. Kedves közönség, engedjék meg, hogy bemutassam a versenyzsűriét. Fundák Kaszai Lili, néptáncpedagógus Budapestről. Népművészeti Kimesere, Örökös Arany Györgyes táncos. Fundák Kristóf, néptáncpedagógus Budapestről. Népművészeti Kimesere, Örökös Arany Sarkantyús táncos. Lili és Kristóf a Felszállott a Páva televíziós vetélkedő szólótánc kategória győztese. Sikertánc Szilveszter, néptáncpedagógus Budapestről. Népművészeti Kultúrmestere, Örökös Arany Sarkantyús táncos. A Magyarországi Örökség Gyermek Népművészet Egyesület elnöke. 61 versenyző fog színpadra lépni szóló és páros kategóriában. A közönség és a zsűri 33 produkciót fog látni. A versenyt kísérő zenekara a Juhász zenekar, Juhász Gábor, Vas Endre, Juhász Gyula, Dorácskó Szebasztián és Ölvecki Tamás. Megkérem Brezovszki Tamarát, a Talentum Egyesület elnökasszonyát, tartsa meg üdvözlő beszédét. Vendégeink, kedves táncosok, kedves versenyzők! Az elmúlt 5 évben közel 200 produkciót láthatott a közönség, a 250 főt számláló versenyzőtől ezen a színpadon, a gyermek szólótánc keretein belül. 2013 óta számos településről érkeznek ide fiatal tehetségek, Szabadkáról, Paricsról, Hajdújárásról, Kelebiáról, Horgosról, de képviselteti magát Kishegyes, Kispiac, Dorosztó, Bácskosútfalva, Ada, Újvidék, Kula, Óbecse, Péterréve, Torda, valamint Szegedről, Orosházáról, Kiskunmajsáról és Hódmezővásárról is érkeztek. Ezek a számok, ezek az adatok azt mutatják, hogy egy nagy űr töltődött be a vajdasági néptánc mozgalomban. Azt viszont semmilyen számmal, semmilyen statisztikával nem tudjuk kimutatni, hogy mekkora energiák szabadulnak fel egy-egy felkészülés, egy-egy táncpróba során, és itt a színpadon. Mekkora erő, szeretet, akarat, alázat van ezekben a gyerekekben, fiatalokban.
Sokkal több ez, mint egy szám, mint egy betöltendő űr, sokkal több ez a táncnál. Nap mint nap panaszkodunk amiatt, milyen sokan hagyják el szülőföldüket, panaszkodunk, milyen nehéz a boldogulás, az élet, és egyébként is. Úgy gondolom, hogy nem azokkal kell foglalkoznunk, akik elmentek, hanem azokkal, akik itt vannak, itt maradtak, és itt is akarnak maradni. Úgy gondolom, nem panaszkodnunk kell, hanem tenni a dolgunkat, csinálni, menni előre. Ebben is példát vehetünk a gyerekektől. És nem az a lényeg, hányan vagyunk. A kevésért is tenni kell, dolgozni kell, küzdeni. És lesz majd jobb, lesz majd több és sok. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke pár hete a Budapesti Hagyományok Háza felújított székhelyének ünnepi átadásán azt mondta, hogy az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz. Nekünk tehát küldetésünk van, hogy gyermekeink, unokáink is magyarok lehessenek. Magyarul beszéljenek, tanuljanak, magyar népdalokat énekeljenek, magyar néptáncot táncoljanak, a magyar népviseletet magukra öltessék. Küldetésünk, hogy öntözzük és tápláljuk azokat a gyökereket, amelyek olyan erősen kapaszkodnak a kulturális örökségünkbe. És mindaddig, míg olyan videóüzenetek érkeznek vissza hozzám, de gondolom, hogy sok más táncpedagógushoz is, hogy a gyerek miután délelőtt iskolában volt, délután tanult, leckét írt még pár órában, zenedében vagy rajszakkörbe volt, vagy angol-német külön órára ment, este fél héttől néptánc próbája volt, ma 8-tól még egy kis felkészülés a szólóra, hazamegy, felveszi a viseletét, mert akkor kapta el, és olyan szép, olyan gyönyörű, és apával elkezdi gyakorolni a táncot. Apával, aki olyan lelkes, annyira jó partner szeretne lenni, de hát az a fránya kalocsai mars, az kifog rajta. De gyakorol, és táncol, tehát mindaddig nincs okunk csüggedni és panaszkodni. Hálát kell adnunk, hogy vagyunk egészségesen és együtt, magyarul beszélünk, énekelünk és táncolunk. Én köszönöm minden felkészítő tanárnak, felkészítő pedagógusnak a nagy és fontos munkát, amit nap mint nap kifejtenek. Köszönöm a szülőknek, akik az életüket teszik a gyerekeikbe. És végül köszönöm nektek, gyerekek, fiataloknak, ifjúságnak, hogy itt vagytok, táncoltok, csillog a szemetek, és viszitek tovább a magyar nép hagyományt. Köszönöm. Elnökét, nyissa meg a versenyt. Kedves versenyzők, kedves szervezők és mindenek előtt kedves gyerekek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a Magyar Nemzetitanács nevében, és hálával tartozunk a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesületnek, hogy meghonosította tájainkon a szóló táncversenynek azt a hagyományát, amelynek főszereplői a gyermekek és az élő népművészet. A gyermekek, akik emberi kapcsolatokra vágynak, akikben ugyanolyan erős a valakikhez tartozás, a szeretet parancsa, az adni és kapni, mint bennünk felnőttekben. De akik hála szüleiknek, nevelőiknek, szorgalmuknak és tehetségüknek, már fel is fedezték környezetükben az emberi kapcsolatteremtés egyik legfontosabb és legközvetlenebb eszközét, a néptáncot. Köszönjük ezt mindazoknak a táncpedagógusoknak és művészeti vezetőknek, akik erre nevelik a gyermekeket, akik szebbé és boldogabbá teszik életüket azáltal, hogy a néptánc számukra a közösségalkotás, a közösségbe tartozás élményévé váljon. Kedves hallgatóság! Egy most kezdődő, már 6. alkalommal megrendezésre kerülő népi táncverseny kezdetén bizonyára szokatlannak fog hangzani, de mégis fontosnak tartom elmondani, föllépő fiatalnak és táncot értékelő minősítő szakembernek egyaránt, hogy csak az olyan tánc és játékképes közösségre nevelni, közösséget alkotni, a közösség élményét adni, amelyik nem versengésre, nem egymás legyőzésére sarkal.
A hagyományos népi játékokban ugyanis nincs győztes és legyőzött, nincs első és másodosztályú csapat, nincs bajnok és sztár. A közösség élménye a fontos, kívánom, hogy ez a mai találkozó is ilyen versengéssé nem esedjen, kívánom, hogy a verseny végén minden föllépő láthatóan nagy örömmel fogja meg társa és a másik föllépő kezét, és együtt közösen örüljenek a csodának, amelynek ezúttal népi szólótánca neve. Örüljenek annak, hogy már gyermekkorukban megtanultak szépet és jót alkotni, így boldogság egy egész életen át, nem a másokon gyakorolt erőszakban, az önzésben, az egyéni szabadság megvalósításában és az önmegvalósításban kell keresniük, hanem mindabban, amit már gyermekként megismertek és megszerettek, betélkedés nélkül, a táncban, a játékban, az énekben, a muzsikálásban, egyáltalán a művészetekben és a közösségi létben. Kedves szülők és pedagógusok, erre a kultúrára pedig nevelni, tanítani kell a fiatalokat, de hol is kezdődik mindez? Andrásfalvi Bertalan neves néprajzkutató szerint kezdődik az anya kisdeddel való játékával, folytatódik a kicsik énekes táncos gyermek játékaival, a különféle táncok megtanításával, hogy táncos kedve, közösségi élménye, párja, családja, társasága és hazája legyen majd mindenkinek. Hogy mindenki szorongásmentes, teljes életet élhessen. Egy gondolatot jegyében köszönöm meg a szervezőknek a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy megnyithatom a 6. vajdasági gyermek szólótánc verseny. Sok-sok boldog, örömteli pillanatot és kellemes hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen elnökről a biztató szavakat, és akkor kezdődjék a verseny. Szatmári táncok következnek. Birkás Helena és Kozma Ákos lép fel királyharomról. Következik Károly Egon előadásában, Egon Óbecséről érkezett hozzánk.
előadás következik a Bács-Fekete-hegyi Sinka Klementina és Szevenyi Daniella előadásában. Bacsa Kristóf Tibor, Hódmezővásárhelyről. Thank you.
Nyírségi Csárdás és Friss következik a Szabadkai Horváth Sarolta és Antunovics Adrianna előadásában. Bende Ágnes és Davidov Flóra vagitáncokat mutat be nekünk. Bye.
Mezőföldi ugrós frisscsárdást mutat be nekünk Bács-Fekete-hegyről Vajda Noa Pálma és Horváth Márk Bence. És Marcs következik a szabadkai Sebők-Csáki Szintia és Ködmön Dániel előadásában. Thank you.
Becsei Csárdás és Szökő következik az Óbecsei Dudás Karolina és Gortva József előadásában. Következnek a Hódmezővásárhelyi Borsi Janka és Forrai Flóra Kata előadásában. Somogyi Ugrós és Friss következik a Palicsi Danka Lili és Arnold Adél előadásában. Thank you.
ifjúsági csárdás és friss következik a szabadkai Tóth Lilla és Sörös Dominika előadásában. Versenyzőnk a tordai Rácz Bernadetta, őt kíséri Takaris Norbert. Rábaközi táncok következnek. Thank you.
szatmári táncok következnek a királyhalmi Herédi Vanda és Kozma Ábel előadásában. Somogyi Ugrós és Friss Csárdás következik a Bács-Fekete hegyi Bertók Franciska és Szebenyi Dóra előadásában. Thank you.
előtt, kedves zsűri, még nézze meg a 20-as műsorszámot. Somogyi Ugrós és Friss következik. A Palicsi Brezovszki Anna és Flashman Lara előadásában. Tápéi Olához és Csárdás következik az újvidéki Vajda Laura és Kálóci Norbert előadásában. Thank you.
Szatmári táncok következnek a Királyhalmi Róka Marianna és Balogh Dávid előadásában. Vásárhelyi Bacsadorka Éva és Bacsadorka Sára előadásában. Thank you.
Tanári Csárdás és Friss következik a Palicsi Arnold Réka és Gábor Demetra előadásában. Tövisháti táncok következnek az óbecsei Tallós Hédi és Károlyi Egon előadásában. Nyírségi Csárdás és Friss következik a Szabadkai Margit Andrea és Bartos Evelin előadásában.
Mezőföldi ugrós frisztáltás következik a Bács Fekete-hegyi Ritec Nikoletta és Ritec Violetta előadásában. A miénket! És Császár Vivien előadásában.
Kertesi ritka és sűrű fogásolás következik a Horgosi Kozsán Gergely előadásában. És Kristárdás következik a Bács-Fekete-hegyi Boros Viola és Bede Barbara előadásában. Thank you.
nemzetközi táncok következnek a tordai Rácz Kornélia és Sári Iván előadásában. Csárdás és Friss következik a szabadkai Nyers Bakó Ramóna és Lukács Dalma előadásában. Thank you.
Szatmári Botló és Verbunk következik a Bács Fekete Hegyi Losonczy Ferenc előadásában. Silladri következik a hajdújárási Kovács Kristóf előadásában. Thank you.
Rábaközi tánc következik a Palicsi Bús Anett és Szabó Csongor előadásában. Szatmári táncok következnek a Palicsi Arnold Zsófia és Pesti Bence előadásában. Thank you.
értünk, a zsűrinek jó munkát kívánunk, önöknek pedig további jó szórakozást, ne menjenek sehova, mi folytatjuk!